Kedves nézőink, az én kis kertemben minden esztendőben vetek csemege kukoricát, és ezt ajánlom mindenkinek. Az idén is ez megtörtént a tavasszal, de hát az első vetés az nem annyira jól sikeredett, olyan, mint a zongora síp. Ez azért van, mert utána még pótlólag utánvetettem az állományba. De ez nem probléma így a házi kertben, hiszen akkor nem egyszerre fog megérni a csemege kukoricánk, folyamatosan tudjuk enni egy vagy két hétig legalább. Ilyenkor, június végén, július elején még ajánlatos másodvetésként is vetni csemege kukoricát. Ha hosszú lesz az őszünk, akkor még simán bejön, és szeptember végére, október elejére ismét friss csemege kukoricát tehetünk az asztalunkra. Ezt a babot két héttel ezelőtt vetettem. Ezek száraz babnak valók, az egyik az piros szemű, a másik pedig fehér szemű, amit itt ebben a sorban láthattok. Amit ilyenkor még ajánlok mindenféleképpen vetni a kertben, az a zöld bab. Ebből kétféle változatot lehet kapni, az egyik a sárga hüvelyű, a másik pedig a zöld hüvelyű. Van, aki ezt szereti, van, aki azt. Lehet még száraz babot is vetni, hiszen nagyon gyorsan kikel ebben a melegben. Akkor a száraz bab az nem biztos, hogy beérik, de a zöld babok azok mindenféleképpen nagyon finom zsengére érnek szeptember közepére, végére. Hogyha hosszabb az ősz, akkor pedig egészen sokáig a fagyokig lehet szedni. Az én kiskertem égköve ilyenkor június végén, július elején a levendula. Ilyenkor virágzik és csodálatosan teszi ezt a kedvemre. Először csak 10 levendula tő volt, aztán 100, és most már közel 1000 levendula tövet ápolok és nevelek minden esztendőben. Ilyenkor lassan elkezdődhet a levendula szüret, amit úgy ajánlok megtenni mindenkinek, hogyha valaki elmegy levendulát szüretelni, vagy otthon van levendulája, hogy jó hosszú szárral szedje, utána összekötve csokorba, lefelé lógatva szárítsa meg, és utána pedig tegye be a szobába, egy vázába, vagy csináljon a virágaiból kis levendulapárnácskát, és helyezze el a szekrénybe. Azt mondja a néphit, hogy moly, távoltartó növény, de hogyha nem ecélból tesszük, hanem csak saját magunk kedvére, akkor nagyon kellemes illatú levegőt fog biztosítani a szobánkba. Jó levendula születet!